Péntek délután a Vigadóban kezdődtek a hetedik Hidi Séta programjai. Szívből üdvözlöm a rendezvényt abból az alkalomból, hogy immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre itt Gyulán. A kezdeményezés életképességét mutatja, hogy immár hetedik alkalommal rendezik meg, mondta a megnyitón Görgényi Ernő gyulai polgármester. Kiemelte, ez a rendezvény nem csak az egyénekből teremt közösséget, hanem sokat tesz az itt élő emberek egészségéért is. A Vigadóban több olyan előadás hangzott el, melyek gyakorlati tanácsokkal szolgáltak a résztvevőknek. Ma már létezik a lelki rákkeltő tényezők fogalma, ami tulajdonképpen a folyamatos stressz megélése, a hibás megküzdési mechanizmusok, a párkapcsolati konfliktusok, márák esetében például visszavezették a kóros anya-gyermek kapcsolatra is a márák kialakulásának az esélyét. Az eseményen hangsúlyozták, a merrák esetében nagyon nagy szerepe van a megelőzésnek, a megfelelő önvizsgálattal és szűrésekkel, a daganatos betegséggel szembeni fellépés eredményes lehet. Azt akarjuk vele üzenni és erősíteni mindahányszor az emberekben, hogy mennyire fontos a szűrés, hogy menjünk el időbe szűrésekre, hiszen már bebizonyosodott számos alkalommal, hogyha időben megtörténnek a szűrések, akkor nem történhet komolyabb probléma, felfedezhetik a betegséget, és hát nyilván ez a legfőbb üzenete, hiszen nem lehet elégszer az embereknek elmondani ezt a történetet, mindahányszor fel kell újra és újra figyelmet hívni. A program péntek este hagyományosan egy sétával zárult, és rózsaszínűre festették a Kossuth téli szökőkút vizét.